Na de itt van a mezőkövesd összeállítása erre a mérkőzésre. Kutor Attilának azért olyan sokat nem kellett gondolkozni az összeállításon, hiszen bízik az alapkezdő 11-ében. Egy-két helyen szokott általában változtatni, most éppen egyetlen egy helyen Vajda Sándor helyére Nagy Dániel került be a kezdőbe. Nagy az elmúlt két mérkőzésen csak csereként lépett pályára, úgyhogy mondhatjuk, hogy kipihenten érkezett erre az összecsapásra, de a többi helyen pontosan ugyanazok a játékosok, a meghatározó futballisták, így Cseri, Pekár vagy Zivzivadze is ott van a kezdőben, illetve Berec és Kárnyicki is a középpálya közepén rajta, nagyon sok múlhat majd. Iványi Zoltán lesz a mérkőzés játékvezetője, miközben láthatjuk a két csapatkapitány, Cseri és Tamás Márkot, most pedig megismerkedhetünk a Diós Győri kezdőcsapattal is. Hát itt azért bőven van miről beszélni, a legfontosabb talán az, hogy Feckó Tamás visszatért a kispadra, de azért a kezdő csapatban is vannak visszatérők, így például Ivanovszki, aki eltiltását töltötte, valamint Brukovics, aki hosszú sérülés után lehet ott ismét. A fiatal orosz Donát ezúttal is ott van jobb hátvéd pozícióban, mint a Magyar Kupa mérkőzésen. Gyorsan jönnek most előre a hazaiak. Zivzivadze átlépné a labdát, de pont így lett jó neki. Zivzivadze nem tudja tenni Cserinek. Cseri néz fel, hát ez lövésnek nem volt jó, viszont gólpassznak majdnem. Zivzivadze fordulhatott rá 5 méterre a kaputól, nem kicsi szerencsével hazai oldalon. Én nem tudom, hogy Cseri igazából ezt minek szánta, ahhoz, hogy kapura lövésnek, de annak nagyon gyenge volt. Na lássuk, melyik így fogja elvégezni. Cseri átlépi, Bekár, megpattan a beadás, és lemarad róla a túloldalon Pillár. Így szöglet lesz azonban. Elég laposan rúgta meg Pekár, és szétrebben is orfalon pattant meg a labda. Pillár nem sokkal maradt le. Cseri. Cseri viszi még. Bezárkózik Farkas a jobb oldalon. Laposan át, és még mindig ott van a labda. Most sikerül elrúgniuk, és szöglet lesz. Farkas remek ütemben tette be középre a labdás. Egy picit volt hosszú. Orosz Donát volt az, aki odaért a túloldalon. Hazai szöglet. Rövidre, de ott most nincs senki, legalábbis a hazaiak közül. Berec lövi vissza Danirovics. Kapásból lő Berec. Cseri elmegy onnan, viszont középen érkezett egy csapattárs. Jól látom, Pillár volt az, így van. Nagyon egyedül maradt Pillár, de ócskán fölé fejelte. Cseri. Zivzivadze, 16-oson belül meg tud-e fordulni, meg bizony. Zivzivadze, át a túloldalra. Pillár maradt le egy kicsivel. Ketten megoldják egyelőre, sőt, még mindig Zivzivadze. Cseh már nem volt jó. Cseri. Elviszi Rui Pedro mellett, és aztán megtalálja Siét laposan be, és ezt megfogja Danilovics. Azért így simán védte Danilovics. Na, Diós Győri szurkolók végig énekelnek, ugrálnak, hasznosan teszik, legalább nem fáznak. Nagy, laposan be, ott a helyzet, Zivzivadze mellé. Nagy jól gurította vissza, Pekár luftot rugott, Zivzivadze nem, de így sem találta el a kaput. Kárnyicki most van előtte terület, de mire felgyorsítana, utolérik. Pekár, övé a lecsorgó, mondom én, aztán Zivzivadze csak elhozza. Berec most nem lő még. Berec. Cseri segít be, üres a bal oldalon, Sie. Két védő között meg is kapja, Sie át a túloldalra, Farkas elől csúsztatja ki Bacsa. Kárnyicki lövi vissza, Danilovics. Egyre többet van foglalkoztatva most már Danilovics, de olyan óriási védés, mi nem kellett bemutatnia. Hassani, jaj, de szépen viszi tovább, és most létszámfölényben lehetnek a vendégek. Hassani teszi ki a labdát Ivanovszkinak. Ivanovszki, jönnek mellette többen is. Ivanovszki eltekeri, úgy egy gyenge lövés volt ez a végén. A csere a mezőkövesdieknél, miközben mi megnézhetjük az előbbi szituációt, hogy Hassani gyönyörűen vitte tovább. Vajda Nagy Dániel helyére érkezik egyébként. Átforgatja a túloldalra. Hassani ebből a kapu felé veszi át. Hassani lő fölé! Az remek meglátás volt. Az, hogy a pattanás után egyből ellőtte, és azt is észrevette, hogy kicsit kinnál a kapujából, szappanos, nem sokon múlott ez. Visszaérnek a mezőkövesdiek.
Attól függetlenül még meg lehet találni Ivanovskit, vagy akár Bacsát. Bacsa még mindig ott van a labda. Bacsa át a túloldalra, Rui Pedro a visszacsel után, még egy csel, Rui Pedro, gól! Valahogy becsorog a labda a rövid sarokba, Mezőköves Diós Győr 0-1 a 90. percben. Bacsától először elpattan, aztán valahogy csak visszaszerezte, itt sem lő Rui Pedro, még egyszer nem lő, aztán valahogy mégiscsak vissza tudta rúgni a rövid alsóba, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól találta el végül így. Szappanos sem gondolta, hogy vissza fog oda menni a labda, már pedig mozdulni sem tudott így rá. 0-1. Ez ahhoz, hogy megnyerje a mérkőzést a Diós Győr. Egy 90. percben szerzett góllal, Rui Pedro találatával a Diós Győr elviszi mind a három pontot Mezőkövesről, ami nem kis meglepetés, pláne megnézve ezt a mérkőzést.